Tevel idén is folytatja a tavalyi évben megkezdett projekteket, azonban felmerültek olyan problémák is, amik gyors megoldást igényeltek a község vezetőségétől. Többek közt a bezárt Magyar Postafiók helyett kellett más alternatívát találni. A település fölvállalta hogy a polgármester hivatal épületében kialakít egy részt ahol posta partnerként, minden napos nyitva tartással, teljes körű postai szolgáltatással fogjuk üzemeltetni 2024. február 13-ától. A település számos tárgyalást folytatott a bankfiók bezárása kapcsán. Felmerültek új partnerségi kapcsolatok, azonban rövid időn belül sikerült megállapodásra jutni. Februárban egy új ATM-et helyez ki a településre, és a az önkormányzat udvarán heti rendszerességgel egy ö, mobilbuszon lehet napi szinten, tehát heti egy alkalommal teljes körű banki, ügyeket, banki ügyeket intézni. Egy új tér kialakításán is dolgozik az önkormányzat, aminek a helyét már kiválasztották. Emellett a művelődési ház energetikai felújítása is bent van egy terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatban, így ezekre a közeljövőben sor kerülhet. Tevel azonban még számos fejlesztésre készül az évben, például a szolgálati lakás és az alatta elhelyezkedő gyógyszertár felújítása is a 2024-es tervek között szerepel. Cél még emellett egy napközi otthon kialakítása idősek részére.